Akkor nagy mosolyt szeretnék! A nagy sikerre való tekintettel idén is közösen ültetett fát a Ferencvárosi Tornaklub és a Provident pénzügyi ZRT a Budakeszi Vadasparkban. A pénzügyi szolgáltató vállalat ProviGreen elnevezésű programjában az április a fenntarthatóságról szól, amelynek részeként a Provident éves papír felhasználását faültetéssel igyekszik ellensúlyozni. Harmadik alkalommal hozunk össze két olyan témát, ami különösen fontos a szívemnek, az egyik a környezetvédelem, a másik pedig a Fradi. Úgyhogy a mai napon ismét egy lépést tehetünk meg azért, hogy a környezetünket megóvjuk, a jövőbe fektessünk, és egy kínai költőnek a szavaival élve, hogyha egy évre előre gondolsz, vess el egy magot, ha 10 évre előre gondolsz, akkor pedig ültess egy fát. A Providentnél hosszú távon gondolkozunk a társadalmi felelősségvállásunk kapcsán, úgyhogy a mai nap nem egy, hanem nagyon sok fát fogunk elültetni. Idén 3 labdarúgónk Botka Endre, Dibusz Dénes, Marga Barnabás, és természetesen a Fradi legendája, a Soroksár vezetőedzője, Lipcsei Péter is számos fát ültetett a parkban. Örülök, hogy azért évről évre egyre több fiatal kisgyerek jön el, azért ez is azt mutatja, hogy fejlődik ez az egész, és én bízom benne, hogy valami rájuk ragad ebből. Láttam az U10-es korosztály is itt van, nyilván nekik is ezért példát kell mutatni, és hát remélem, hogy ők is ezt majd tovább fogják vinni. Ez jó dolog, tehát alig várjuk, hogy elültessük ezt a 30 000 fát. Ha kíváncsi arra, hogy a már rutinos faültető Botka Endre milyen tanácsokkal látta el Varga Barnabást, illetve ki volt Dibusz Dénes legnagyobb segítsége, akkor feltétlenül nézze meg a Fradi TV jövőkeddi adását.